Itt Dögén az Amekó Lovasklub területén lesz jövő héten június 3-ától 5-ig a Szabolcsi Lovas Fesztivál. Már javában zajlanak az előkészületek, a klub utánpótlás korú versenyzői pedig a lovakat készítik a következő megmérettetésre. A fesztivál 3 napja alatt számos programon vehetnek majd részt a sportbarátok. Lesz itt pénzdíjas díjugrató és fogadhajtó verseny, agárfutam, de színpadi produkciók is szórakoztatják majd a látogatókat. Vasárnap a hírességek is pályára lépnek. 2 órakor megrendezzük a hírességek celebek fogadhajtó versenyét, ami tavaly nagyon nagy népszerűségre tett szert. Lesz egy vágtatortánk, ami 2016 szeletes torta lesz, nemzeti címerrel, nemzeti lobogóval, és egy vágtató lóval rajta, amit miniszter úr fog felvágni, és minden ember, az ott lévő látogatók ingyenesen fognak kapni egy nagyon finom vágtatortát. 15 órakor, remélem nem fogunk csúszni, de akkor lesz a 100. jubileumi nemzeti vágta előfutam, a nyírségi vágta döntője, amire természetesen 11 órakor már elkezdődnek az előfutamok. A nemzeti vágtát 2008 óta szervezik meg Budapesten. A versenyt olyan előfutamok előzik meg, mint a nyírségi vágta. Ezek célja, hogy a hősök terén már a legjobbak versenyezzenek. Az idejében 9. alkalommal szervezünk nemzeti vágtát, és az idejében 16 elővágtát rendezünk, melyből 12 határon belül, és büszkén mondhatom, hogy már 4 határon kívül kerül megrendezésre. A székely, a vajdasági, a felvidéki vágta után idén Szlovéniában Muravidék csatlakozik a nemzeti vágta elővágta sorozatához. A nemzeti vágta a magyar lovasokat hozza össze évről évre határon innen és túlról is. Ezért a kormány tervei szerint jövőre már az ország költségvetéséből biztosítanak majd forrást a rendezvény megszervezésére, jelentette be a nemzeti fejlesztési miniszter. A kormány most olyan erőterjesztést tett a magyar parlament felé, hogy a 2017 évi költségvetésben egy önálló soron 150 millió forintot biztosítsunk a nemzeti vágtának a finanszírozására, hogy ez elég, azt nem tudjuk, azt majd a szervezők el tudják, de ez biztos, hogy erre a pénzre számítani tudnak, tehát egy önálló költségvetési sor fog nyílni. Azt gondolom, hogy ezzel biztosítottuk a nemzeti vágta jövőjét. Az elmúlt években a nyírségi lovasok kiemelkedően teljesítettek a nemzeti vágtán. Suták Vanda és Gajdos Zsolt is első helyezettek lettek. Tavaly pedig Kalu Fanni, Döge lovasa a 3. helyre futott be a nemzetközi versenyen.